az életem középpontja. Nem csak az eukarisztikus kongresszus óta, hanem sokkal hamarabb, már 22 éves koromban kaptam meg a Jóistentől ezt az ajándékot. Azt mondtam a Szentléleknek, hogy Uram, te akartad, akkor intézd el. Hát elintézte. Egy érdekes következménye lett ennek a napi szentáldozásnak, hogy is függő lettem. Amikor rájöttem arra, hogy negyed óráért is érdemes bemenni, és Jézus engem folyamatosan vár, nekem van szükségem Jézusra, és ő csak vár, és egy lehetőséget ad nekem, hogy én ezzel éljek. Ez egy olyan találkozás volt, első találkozás az Úr Jézussal, ami ezt a nagyon-nagyon mély egységet és szeretet kapcsolatot, tulajdonképpen szívcserét megalapozta. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mai alkalom azért is különleges, mert az első évfordulónk van a Lélekben és Igazságban műsorban, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, Fábri Kornél atya, tegezlek, hiszen már régen ismerjük egymást. Első kérdésem hozzád, Fábri Kornél atya, hogy neked mi fontos az eukarisztiában? Az eukarisztia, hiszen hogy Carlo Acutis fogalmaz, hogy az eukarisztia a stráda az autó a mennyországba. És hát nekem az életem középpontja. Nem csak az eukarisztikus kongresszus óta, hanem sokkal hamarabb, már 22 éves koromban kaptam meg a Jóistentől ezt az ajándékot, hogy mikor azt kérdezte tőlem, hogy mi a legnagyobb ajándék a számomra, és hát azt a választ tudtam adni, hogy ő maga. És akkor innentől jött, hogy hát akkor majd vasárnaponként találkozunk, de hát mintha Jézus naponta akarja adni magát, úgyhogy onnantól kezdve kezdtem naponta szentáldozáshoz járulni, az a Jóisten ajándéka, és nekem nagyon megváltozott az életem azután, hogy az eukarisztia lett a középpontban. Hát nyilván utána jött a papság, és hát most már papként könnyebb dolgom van, mert ahol vagyok, ott tudok misézni, de az eukarisztia a legfontosabb, tehát hogy nem maradjon el nap szentáldozás és szentmise nélkül, nyilván nagypéntek kivételével, amikor csak áldozni tudunk. Te magad ajánlottad, hogy Fejér Andrea, aki a következő és az első tanúságtevőnk lesz, beszéljen arról, hogy mit jelent számára a szentáldozás, a szentmise, az eukarisztia. Bemutatnád őt egy-két szóval? Igen. Andi az Emmanuel közösségnek a tagja, és a férje állatorvos, és ő neki szokott segíteni, és sok mindenen mentek ők keresztül, hiszen több gyermekük van, és ahogyan az Andi életébe is betört az eukarisztia, pontosabban a napi szentáldozás, az egy óriási változás hozott a számára, Isten szeretetének a jele volt ez, és hát ő elmondja, hogy mit is tapasztalt meg ilyen szempontból. Akkor hallgassuk most őt. A Szentlélek az a Jóistennek a hangja. Kérdés az, hogy meghalljuk-e. És hogyha túlságosan nagy az a idebent, akkor nem biztos, hogy észrevesszük ezt a szólítást. Másokon keresztül is tud szólni hozzánk, de megint csak az a kérdés, hogy a gőgünk az nem túl nagy-e, és hogy egyáltalán meghalljuk-e, hogy ez az üzenet nekünk szólt. Én 2 évvel ezelőtt hallottam meg, amikor Kornél atya prédikált, és azt mondta, hogy egy 90 napos egymást követő szentáldozással el lehet érni, hogy egy szerettünk megtérjen. Nekem volt a társulatomban jó pár ilyen ember, akért kezdtem volna szívesen ezt a 90 napos szentáldozást, csak ugye nem tudtam, hogy hogyan tudom ezt kivitelezni. Akkoriban én eljártam szentmisére, amikor volt reggel mise, csütörtök reggelente, első péntekente, de hát nem tudtam, hogy minden nap van szentmise, úgyhogy bizonytalan voltam, hát kértem segítséget. Kitől most segítséget elsősorban a Szentlélektől kértem, de azért kértem ki Szent Terésztől is egy közbenjárást, hogy segítsen nekem, mert nem tudtam, hogy hogyan fogom ezt az egészet megoldani. És hát Szent Terész egy jelet, egy csodajelet mutatott. Azt mondják, hogy ha meghallgatja a kérésedet, akkor küld egy sárga rózsát valamilyen formában. És már rögtön a második nap abbahagytam volna ezt az imát, de lementünk a Balatonpartra, és egyszer csak megláttuk, hogy sárga rózsák úsznak a tóvizén. És ez annyira megrendített, hogy meghallgatták a kérésemet, hogy ennek a kérésnek van jelentősége, hogy rögtön belevágtam ebbe a 90 napos szentáldozásba, és egyszerűen nem tudtam, hogy fogom befejezni, de elkezdtem.
Amikor hazaértünk, akkor kiderült, hogy minden reggel 6 óra 15-kor van szentmise. Ez egy nagyon korai óra, ez 5 órakor kell kelni, hogy a szentmisét elérjük. Nem vagyok egy korán kelő típus, tehát megint csak a Szentlélekre szorítkoztam, hogy ébresszen fel engem az ébresztő óra mellett, és sikerüljön a szentmisékre elérni. És ez így is működik. Fel tudok ébredni, ami egy csoda tulajdonképpen. Akadályok is keletkeztek ebben a programban, mert alig, hogy egy hónap telt el, már kiderült, hogy kórházba kell mennem, egy 5 napot kellene bent tartózkodom a kórházban, de hát ugye zárlat van. Hiába egyeztettem egy nagyon kedves diakónus barátunkkal, hogy ő nagyon szívesen bejön és minden nap megáldoztat, hogy ez a 90 napos szentáldozás ne szakadjon meg, de hát lezárták a kórházat a Covid miatt, nem lehetett bejönni. Csak hogy én is covidos lettem, elnapolták egy kicsit a műtétemet, és mire bekerültem a kórházba, addigra eltörölték a látogatási tilalmat. Persze hozzáteszem, hogy én megpróbáltam minden követ megmozgatni, nem sikerült, úgyhogy azt mondtam a Szentléleknek, hogy Uram, Te akartad, akkor intézd el. Hát elintézte. Úgyhogy még a műtét napján is bejött hozzám a barátunk, és megáldoztatott, és nem szakadt meg a 90 nap. Egy érdekes következménye lett ennek a napi szentáldozásnak, úgyis függő lettem. Oltári szentség függő lettem, és minden nap alig vártam, hogy reggel menjek a szentmisére, és gyakorlatilag szó szerint a mindennapi kenyeremmé vált az Úr. Több évvel korábban kaptam egyszer egy proféciát. Ebben a proféciában azt mondta nekem az Úr, hogy hát mások által természetesen, hogy Krisztus mennyasszonya nem jár feketében. Na most tudni kell, hogy én akkor csak fekete ruhát hordtam, és teljesen meg voltam sértődő, hogy hát engem diszkriminál az Úr, mert hogy mondhat ilyet, én nagyon szeretem a feketét. Egészen addig, amíg a szentmisére járások következtében elkezdett tisztulni a lelkem. És onnantól fogva egyszerűen nem tudtam fekete ruhát fölvenni. És egy másik érdekes következmény, hogy valahogy a bűntől megóva Jóisten. Tehát tudva és akarva egyszerűen nem tudok bűnt elkövetni, nem visz le a lélek. Próbálok a lehető legjobb állapotomban megmaradni, és ez csak is és kizárólag annak köszönhető, hogy a napi szentáldozáskor a Jóisten mindig velem van és segít. És az a legjobb, hogy a reggel tudom így kezdeni, tehát alig, hogy fölkelek, így indítom a napomat, és nem este a napzárásaként, hanem minden napomat oda tudom tenni Jóisten elé, és tud nekem segíteni. A szentáldozás nekem egy méretetlen nagy forrás, erő a mindennapokban, a küzdelmekben, az alkolásokban. Ismerősök azt mondják, hogy ezért sokat változtam és szelidültem, és azt hiszem, hogy ez nem az én érdemem, hanem a Szentléleknek a csodája, aki dolgozik bennem. Nekem nagyon sokat jelent ez a tanúságtétel, amikor beszélgettem Andrával, átütött számára, hogy mennyire fontos, szinte ragyogó az életében az eukarisztia, de te beszéltél neki arról, hogy a 90 napos áldozás az milyen lényeges, mert a te életedben is ez megjelent. Beszélnél erről? Igen, amikor kezdtem napi áldozó lenni, ugye, tehát naponta a szívemben fogadni az Úr Jézust az oltári szentségben, akkor hallottam valahonnan, nem tudom az eredetét sajnos, bár valaki ezt el is küldte, hogy honnan ered, hogy Jézus ígérete volt, hogy ha valaki 90 napon át egymás után szentáldozáshoz járul, és azt felajánlja valakinek a megtérésért, akkor ő megtér. És nekem volt egy távoli nagybátyám, akivel még szeminarista koromban hosszan leveleztünk, ő Amerikában élt, és akkor mi nem e-mailen leveleztünk, hanem tényleg hitkérdésekre, egy ilyen stószlevél volt közöttünk. Sok minden furcsaságot gondolt a túlvilágról, és ő érte ajánlottam fel ezt a 90 napot, és amikor Budapesten volt, és egyszer csak jött egy telefon keresztanyámtól, akkor én Franciaországban voltam, hogy ez a nagybátyám kórházban van, haldoklik. Úgyhogy másnap repülőre ültem, hazajöttem, és a halálos ágyán adtam feloldozást, megáldozott, és a betegek keletét is megkapta, és aztán így halt meg. Tehát a Jóisten teljesítette ezt az ígéretét, annak ellenére, hogy nem tudom honnan ered, de mindenkit buzdítok, hogy egy 90 napos ilyen szentáldozás sorozatot érdemes felajánlani mások megtéréséért. Ez nagy áldozat, ugyanakkor azt láttam Andrián, hogy
mennyire megváltozott az ő élete. Tehát nem csak 90 napról van szó, hanem utána ez folytatódott, és milyen áldozatot mer vállalni, hiszen egészen korán 5 órakor kell felkelni ahhoz, hogy elmehessen Szentmisére, és boldog, hogy ezt megteheti, mert az élete egészen megváltozott. De valami őszintén, amikor gyerek voltam, akkor szerettem Szentmisére járni, aztán később, amikor a hitem megbillent, akkor ez megváltozott, és a hittanra járás az visszahozott engem, de a misével küzdködtem, mert a Szentmisén a prédikációt szerettem, a többi az úgy kicsit unalmas volt, de amikor Pestre kerültem, hogy itt készüljek a felvételire, akkor volt egy lehetőségem, hogy elmenjek Szentmisére, és megkérdeztem a nővéremet, hogy mikor van mise, és megmondta, és elmentem akkor, és kiderült, hogy jóval korábban kezdődött, de az átváltoztatásra érkeztem meg. És akkor értettem meg, hogy tehát csoda történik. Teljesen mindegy, hogy hogyan prédikál a pap, vagy hogyan misézik. Minden papnak a kezében ott van az oltári szentség, csoda. És aztán ez még egy pár alkalommal megismétlődött, és így indultam el én is nap mint nap Szentmisére, mert felismertem, ebben a csodában részesülni kell. Így van, nekem ugyanez volt a megtérésem része is, hogy olyan misére jártam, aminek nem volt esztétikuma, nem volt prédikáció, nem volt zene, egy idős atya tartotta, de az az egy tény, hogy ő egy felszentelt pap, és hogy Liziói Szent Teréz mondja, hogy jó a papoknak, mert egy szavukra lejön az Isten. És az ő szavára is lejött az Isten, Jézus ott volt az oltári szentségben, és én megáldozhattam, ez mindennél többet ért. Így van. Most egy olyan tanúságtevőt fogom meghallgatni, Varga Flóriánt, aki a közvetlen munkatársam, az Emberhalász szemináriumon ismertem meg, és utána meghívtam, hogy együtt dolgozzunk. Ő sokszor a szeminárium után, amint 9:30-kor fejezünk be, még elmegy szentségimádásra, mert annyira fontos neki. Hogy hogy indult el, meg fogjuk hallgatni, és megtudjuk azt is, hogy milyen nagy titok a szentségimádás iskolája. Gyerekkorom óta vallásos családban nőttem fel, és sokszor voltam ugye a hittanús táborokban, különböző lelki gyakorlatokon, ahol sok-sok imádságot megtanultunk, jól éreztük magunkat, de egyszerűen számomra a szentségimádás az egy nagyon idegen terep volt, nem tudtam elképzelni, hogy mások hogy tudnak a szentségimádáson időt eltölteni, jól érezni magukat, feltöltődni, hiszen teljesen csendben ülni órákon át, ez ilyen nagyon haszontalan dolognak tűnt. És én azt szerettem, hogyha vezetett volt, vagy ilyen dicsőítőszerű a szentségimádás, mert akkor nem unatkoztam az alatt az egy óra alatt, hanem volt mit csinálni, mindig bekapcsolódtam abban az éppen aktuális imádságban. És ez tulajdonképpen a kurzió alatt fordult meg, amikor találkoztam egy olyan szentségimádási formával, ami arról szólt, hogy ha 15 percet van szentséget imádni, azt is érdemes kihasználni, és én előtte azt gondoltam, hogy ez ilyen sátoros ünnepszerű dolog, hogy az ember oda megy, készül rá másfél órát, ott van egy órát, akkor hazamegy, utána még lecseng. Tehát egy ilyen félnapos program, egy szentségimádás. De amikor rájöttem arra, hogy negyed óráért is érdemes bemenni, és Jézus engem folyamatosan vár, ez nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy ez nem egy plusz stressz helyzet igazából, hanem nekem van szükségem Jézusra, és ő csak vár, és egy lehetőséget ad nekem, hogy én ezzel éljek. Édesanyám is volt kurzión, és amikor ő is elment, meg én is, akkor valahogy a családban átfordult ez a nem beszélgetünk a hitről, a hit magánügy dolog. Sokkal többet tudtunk beszélgetni arról, hogy amikor ő elment zarándoklatra, akkor mi érintette meg, nekem mi volt a Szentmisén vasárnap. És így a kurzió után mondta, hogy ő elment egy szentségimádás iskolája nevű sorozatra, és akkor még csak így pedzegettem a gondolatot, hogy talán nekem is el kellene menni erre, hogy ez majd közelebb hoz Jézushoz, de végül is annyi minden dolgom volt, hogy ez így halasztódott. És egy évvel később belefutottam szintén anyukámnál az egyik ilyen beszélgetés közben, hogy ennek van munkafüzete is, és akkor elkértem tőle a munkafüzetet, akkoriban éppen kicsit nyugodtabb időszak volt a munkahelyemen, és ilyen YouTube videókon meg tudtam nézni azokat az előadásokat, amiket heteken át a résztvevők néznek, és én egyre erősebben éreztem, hogy engem hív a Szentlélek arra, hogy több időt töltsek szentségimádással Jézus jelenlétében. És ahogy ez így alakult át, és ezeket a legalább negyed órákat, fél órákat rá tudtam szánni erre,
akkor vettem észre, hogy hazafelé, mert én Kőbányán dolgozom és Zsámbékon lakom, a Szent Angyalok templomban lévő örökimádás kápolna, az pont útba esik, és hát úgyis olyan szép színes a tornya, mindig aktuális, liturgikus színű, olyan csalogató volt, hogy akkor én oda elmegyek, és mivel hogy 0-24 órás szentségimádás, az nagyon vonzó volt, mert nekem nagyon hektikus a menetrendem, és hogyha én el tudok menni, akkor ne az legyen, hogy már zár a templom 8-kor, vagy hajnali 6-kor kell menni, mert az még pont nem fér bele, hanem ez, hogy bármikor tudok menni, bármikor vár Jézus, ez nekem nagyon nagy előny volt, és ráadásul még útba is esett. Úgyhogy én így kezdtem el a korábbiakhoz képest nagyon sokat szentségimádásra járni. És az emberhalász szemináriumon, ahol az utóbbi időben sok időt töltök, annyira jó volt megtapasztalni, hogy egy-egy alkalomnál, amikor a Szentlélek kiegészíti a mi emberi munkásságainkat, fáradtságainkat, hibáinkat, és mégis összeállnak, lekerekednek a dolgok, annyira jó Jézus lábánál megpihenni és letenni az egészet egy nagy hálaadás keretében, hogy nem csak hazaruhanok, és akkor vacsora, és család, és pörgés, hanem előtte megállok, lenyugszom, és egy nagy hálaadással zárni le az egészet. Úgyhogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy meghívott erre a lehetőségre, és közelebb hozta hozzám a szentségimádást. A szentségimádás iskolája egy 2005-ben született iskola, amikor is Kölnben volt az ifjúsági világtalálkozó. Az volt a mottója, hogy eljöttünk, hogy imádjuk, hiszen Kölnben őrzik a három királyok ereklyéjét, és hát egy ifjúsági világtalálkozón ez volt a központi téma. És ennek hatására egy Emmanuel közösség tagja, egy laikus hölgy Németországban összeállított egy olyan iskola vagy tananyag sorozatot, aminek a témája a szentségimádás és annak a különböző aspektusai. Hogyan lehet csendben személyesen találkozni Jézussal, és hogyan tudom azt a csendet úgy eltölteni, hogy igazi találkozás jöjjön létre. És akkor ebben benne van a szemlélődés, a kérőima, a hálaadó, ahogy a Mártával és Máriával ülünk Jézus lábánál, és ez a sorozat egy imaiskola, és nagyon sok gyakorlati tanáccsal lát el bennünket. Ennek a sorozatnak az előadásai az interneten megtalálhatók, és már több mint 100 plébánián el is végezték a hívek, mindenkinek megújult az ima élete, és jó szívvel ajánlom, minden részletet az oli.katolikus.hu oldalon meg is lehet találni. Én magam is tudom, hogy számos ismerősöm elvégezte, én magam is elvégeztem digitális módon, és utána a csoporttal megbeszéltük, hogy kinek mit jelent, és imádkoztunk is. Tehát nem csak megbeszélés, hanem kápolnában voltunk együtt, és utána imádkoztunk. Hallatlan nagy érték. Óriási dolog felfedezni az eukarisztiát, nem véletlen, az egyház mindig megünnepli úrnapján is, és most készülünk az úrnapjára, ami nagy ünnepünk. Az is fontos, hogyha valaki első áldozó lesz. Most Németh Emma, a szociális testvérnek a tanúságtételét fogjuk meghallgatni, aki emlékszik az első áldozására, ami elvezette a hivatására, és ami később olyanokra is vezetett, hogy sokakért imádkozzon, olyanokért, akik haldokolnak, mert az eukarisztia az örök élet kenyere. Szociális testvérként nagyon fontos számomra az eukarisztia. Visszagondolva az életemre, hogy alakult az eukarisztiával való kapcsolatom, az nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy csak utólag tudom tudatosítani azt, hogy ez már az első áldozásban mennyire fontos volt számomra. Az atya, aki felkészített bennünket, egy ferences atya volt. Abban az időben, a 60-as években a szerzetesek létszámát korlátozta az állam, és meghatározta, hogy csak hányan élhetnek egy-egy rendházban. És ez az atya nem fért bele már abba a létszámba. Ő ott élt, egy kis szobája volt leválasztva a templomtoronyba, és ő készített fel bennünket a szentáldozásra, és tanított egy nagyon egyszerű kis éneket, ez a Jézuska, Jézuska, figyelj most rám, kis szívem, szeret igazán, szívemet egészen neked adom, szeress te is engemet. És akkor a második verszaknak pedig az volt a vége, hogy hazamegyek, segíts, hogy otthon jó legyek, de a szívemet nálad hagyom. És én ezt akkor nagyon szerettem,
de egyáltalán nem volt számomra világos, hogy ez milyen mély nyomokat hagyott bennem, hogy később, amikor akár a szerzetesség gondolata felvetődött, akkor is ehhez az első áldozási élményhez kapcsolódott vissza, hogy ez egy olyan találkozás volt, első találkozás az Úr Jézussal, ami ezt a nagyon-nagyon mély egységet és szeretet kapcsolatot, tulajdonképpen szívcserét megalapozta. Aztán hát a Szentlélek keresztség volt egy olyan nagy ajándék, amelyik pedig abban segített, hogy megérezzem azt a misztériumot, ami az oltári szentség, vagy aki az oltári szentség, az Úr Jézus jelenléte az oltári szentségben, a szentmisében, és talán még akkor szerzetesség gondolata fel sem merült, amikor az íme az Isten báránya mondat engem nagyon eltalált. És nagyon gyakran imádkoztam ezt, különösen szentségimádáskor, mert amikor ezt kimondtam, akkor oda tudtam vinni minden nehézségemet, minden olyan helyzetet, ami az életemben előfordult, hogy itt van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Az Isten báránya, aki megváltotta, akinek átadhatom, akivel gondot lehet cserélni. És hát a szentmisében pedig azt is így később már a teológiai tanulmányok meg a szerzetesség során tudatosodott, hogy a felajánlásba mi mindent adok át az életem aktuális helyzeteiből, azok közül, akik rám vannak bízva, azoknak a problémáit, a családomat, a szeretteimet, a testvéreket, és hogy az átváltoztatásban pedig mindez átalakul. És aztán egy nagyon-nagyon erős visszaigazolása ennek az a sógorom halála volt, amikor érte imádkoztunk, rákos beteg volt, és már így utolsó stádiumban, és emlékszem, a püspökkari titkárságon dolgoztam akkor, és a reggeli szentmisét azt érte ajánlottuk fel, és később kaptam a hírt, hogy amikor az átváltoztatás volt a szentmisében, éppen akkor hívta őt haza az Úristen. És ezek hát nem feltétlenül látványos csodák, de olyan erős, mégiscsak olyan erős tapasztalatai Isten jelenlétének, a misztériumnak, amik számomra nagyon sokat jelentenek. Úrnapján Krisztust ünnepeljük, aki a kenyér és a bor színe alatt közöttünk van, valóságos jelenlétben. Az ünnep eredetéhez vissza kell térnünk jó néhány évszázadot, és el kell jutnunk egészen Belgiumig, ahol Lüttichi Szent Juliannának volt egy látomása. Ott egy teli holdat látott, aminek egy gerezdje hiányzott, és Jézus meg is magyarázta ezt a képet, hogy szeretné, hogy legyen még egy ünnep az egyházi évben, amit kifejezetten az oltári szentségnek szentelünk. Ez lett az Úrnapja. Ehhez kapcsolódik még egy eukarisztikus csoda, amiből nagyon sok volt az egyház 2000 éves múltjában. Amikor a kenyér és a bor átváltozik hússá és vérré, amikor vérfolt jelenik meg az oltári szentségen, amikor megtörik az oltári szentséget és vér csöppen belőle, de olyanról is tudunk, hogy egy oltári szentség több mint 250 éven keresztül érintetlen maradt. Volt, hogy egy porig égett templomban az oltári szentség egyedül maradt épségben. És sorolhatnánk, ezeket a csodákat gyűjtötte össze Carlo Acutis egy szép weboldalon, ahol több mint 60 csoda magyarul is olvasható. Úrnapjakor Krisztust ünnepeljük, aki az oltári szentségben köztünk van, ez a hitünk szent titka, hiszen ő önmagával táplál bennünket. Ő maga mondta, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Nem kell feltalálnunk az örök élet elixírjét, Jézus maga hozta el számunkra. A mi feladatunk az, hogy tiszta lélekkel minél gyakrabban magunkhoz vegyük az oltári szentségben jelenlévő Jézust. Úrnapjakor őt ünnepeljük, hiszen Krisztus kenyér és bor színében Úr s királya föld felett.
És természetesen most ünnepeltük Szent Háromság vasárnapját, mert amikor Jézust ünnepeljük, ünnepeljük az Atyát, ünnepeljük a Szent Lelket, aki által még inkább erősödik a hitünk. Kérjük Istentől ezt a kegyelmet, hogy mélyüljünk el az eukarisztia titkába, és krisztusi emberré váljunk. Imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Úr Jézus, én hálát adok neked, hogy köztünk akartál maradni az eukarisztiában. Köszönöm, hogy abban az emeleti teremben hoztad létre, alkottad meg az oltári szentséget, ahol aztán a pünkösdi lélekáradást megtapasztalták az apostolok. Most is minden egyes szentmisében a te szent lelkedet hívjuk, és ő változtatja át a papszalvaira a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé. Kérünk, áldj meg minket, növeld a hitünket, hogy érzékszerveink ne tévesszenek meg bennünket, hanem hitünket tudjuk felfogni a te valóságos jelenlétedet. Kérünk, növeld a hitünket, és segíts, hogy egyre inkább ragaszkodjunk hozzád az örök élet kenyeréhez, mert te vagy az egyedüli, aki örök életet tudsz adni számunkra. Amen. Amen. És hálát adunk neked, Istenünk, az eukarisztiáért, azért, ami a hálaadásnak a csodája. Köszönjük, hogy vehetjük magunkhoz azt a misztériumot, azt a titkot, akit te magad vagy. És saját magaddal táplálsz bennünket a legnagyobb szeretetedben. Köszönjük azt az alázatot, hogy jelen vagy egy kicsi kenyérben, egy kicsi borban. És köszönjük, hogy akarsz bennünket táplálni, erősíteni, bátorítani. Jöjj, Szentlélek, hogy megértsük még inkább Jézusnak a titkát, szeretetét és erejét. Amen. Amen. Ezt kérünk áldást. Áldjon és őrizzen titeket, mindenható Isten. Adja meg mindazt a kegyelmet, amire szükségetek van napról napra. Adja nektek az ő békéjét és örömét, hogy jelei lehessetek ebben a világban, Isten szeretetének jelei. És Istenünk, arra kérünk, hogy áld meg ezt a műsort, áld meg mindazokat, akik valaha is megtekintik ezeket a felvételeket, és növeld mindannyiunk hitét, szeretetét és örömét, adj mindig reményt és békét a szívünkbe, hogy téged tudjunk tükrözni a világban, hogy téged vigyünk minden emberhez, akik szomjaznak rád, hogy ők is felismerjék, hogy nálad van az örök élet. Amen. Ha YouTube-on megnézi valaki ezt a videót, és még nem iratkozott fel, kérem, tegye meg. Legyen ez is Isten dicsőségére, és valamennyiünk örömére. Úgy legyen.